A kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények elszaporodásának veszélyére hívták fel a figyelmet a Római Parlament felsőházában. A sajtókonferenciát a ligapolitikusai és családvédő szervezetek kezdeményezték, mivel a kiárási tilalom időszakában megnövekedett a gyermekek elleni visszaélések száma a világhálón. A pedofília és az ahhoz kapcsolódó pornográfia jelensége egyre komolyabb probléma Olaszországban. Balázs folytatja elemző vendégével. Hoztam is adatokat egyébként erre vonatkozó. Köszönjük szépen a szót, itt van velünk Szikra Levent, az Alapjogokért Központ elemzője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Az olasz felmérések szerint ennek a sajtókonferenciának a kapcsán készítették egyébként. A világjárvány idej alatt, tehát amíg nagyjából karantén volt, 176 kal növekedett a kiskorúak sérelmére elkövetett interneten keresztül elkövetett bűncselekmények száma. Ez is elhangzott egyébként ezen az eseményen a Római Parlament felsőházában. Ezek szerint akkor mégiscsak súlyos problémáról van szó. Valóban, ahogy ön is említette, Olaszországban a koronavírus járvány ideje alatt milliós nagyságrendű gyermekpornográf tartalom került közzétét az interneten. Tehát az a fajta bezártság, ami ugye ezzel a koronavírus járványjal együtt járt, az valóban azt is eredményezte, hogy ezek a bűnözők, illetve az otthon maradt emberek nagyobb mértékben kerestek ilyen jellegű tartalmakat, és Olaszországban is a jobb oldal volt az az oldal a politikában, amely felvetette azt a problémát, hogy a gyermekeket erősebben kellene védeni a pedofil támadásokkal szemben, és jelenleg Európában Magyarország az az ország, amelyik egy friss, aktuális példával tud szolgálni a gyermekvédelem kapcsán, hiszen ugye idén-nyáron, ahogy azt a nézők is minden bizonyal tudják, Magyarországgyűlés is elfogadott egy erős és határozott gyermekvédelmi törvényt, és Olaszországban a jobb oldal határozottan azt állítja, hogy Olaszországnak is egy hasonló jellegű szabályozása lenne szüksége annak érdekében, hogy a gyermekeket meg tudják védeni a pedofil bűnelkövetőktől. Említettem milliós adatokat, számokat, még egy olasz felmérési adat, ugye a statisztikák szerint tavaly 3,7 millió fotót és több mint 2 millió videót jelentettek a hatóságoknál, valamint 14 ezernél is több gyermekpornográf tartalmú linket tártak fel. És azt mondják a szakemberek, az olaszok is többek között ezen a sajtókonferencián azt mondták, hogy ehhez képest az európai döntéshozók, vezetők, politikusok, mintha nem nagyon foglalkoznának a kérdése, vagy így félre a dolgot. Sőt, ez olyannyira így van, hogy ahelyett, hogy a probléma megoldására törekednének, Magyarországot támadják. Tehát azt szintén ugye a sajtóból figyelhettük, hogy akár Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke, vagy több európai tagállam vezetője is, ahelyett, hogy mondjuk a saját országában is felmérte volna, hogy ez mekkora probléma, és adott esetben javaslatokat tett volna a probléma kezelésére, ehelyett azzal volt elfoglalva, hogy az egyébként Magyarország belügyének számító pedofil ügyet, illetve gyermekvédel ami törvényt támadja. Ugye 17 Európai Uniós tagország miniszterelnöke írt alá egy nyilatkozatot, amely arra igen, szólította fel. Az olasz így van, Mário Drági olasz miniszterelnök is köztük volt, és egy olasz családvédelmi szervezet ar, egy, indított egy petíciót Olaszországban, amely már több mint 50 ezer aláírónál tart, ami annak figyelembevételével, hogy ez egy külpolitikai téma, és nem feltétlenül az olaszok életét érinti, igen nagy számnak tekinthető. Tehát 50 ezer ember írta alá azt a petíciót, ami arra szólította fel drági miniszterelnököt, hogy vonja vissza ezt az aláírását, és sokkal inkább foglalkozzon Olaszországban is ezzel a problémával. Ha már a problémával történő foglalkozásnál tartunk. Ugye összeszedték a szakemberek, hogy mire lenne szüksége az, hogy visszaszorítsák ezeket a típusú bűncselekményeket. És itt fel is írtam magamnak, hogy a megelőzés, a tudatos internet használat oktatása, a szülők örködő magatartása, valamint a média és a politika felelőssége. is, ha már ott tartunk, akkor hogy áll ezen a téren Európa, hogy állnak az európai országok? Európában a legtöbb helyen nem téma ez a, ez a kérdés. Tehát a gyermekvédelem a leg több országban, így például Olaszországban sem, nem képezi jelenleg a politikai napirend központját. Annak ellenére sem, hogy egyébként az olasz alkotmány is védelemben biztosítja a, a családot, és a család a társadalom természetes egységének tekinti az olasz alkotmány. Tehát ennek ellenére sem foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Tehát én úgy látom, hogy jelentős lemaradásban van az európai politikai élet a gyermekvédelem szempontjából, és talán ennek is köszönhető, hogy Magyarország, amely már az elmúlt években több témában is vezető szerepet játszott, vagy mondjuk első fecske volt bizonyos kérdések Migráció. megoldásában, Igen, akár a migrációra is lehet gondolni természetesen, ismételt elsőként lépett egy fontos témában, és ismételten csak támadásokat kapott, de ahogy a migráció kapcsán is láttuk, hogy ugye ott is idővel a magyar álláspont egyre nagyobb teret nyert Európában, úgy nem lennék meglepve, hogyha a gyermekvédelem kérdésében is a következő években Európában egyre többen másolnák majd a magyar álláspontot. Persze nem elismerve azt, hogy ez Magyarország ötlete volt. Igen, ez érdekes kérdés, hogy később hogy alakul majd az ezzel kapcsolatos közbeszéd. Az egyik olasz családszervezet vezetője a következőt mondta, ha már a magyar a magyar Kormány hozzáállását említjük, hogy a Magyar Kormány helyesen cselekedett, mondja ő, hogy törvényben biztosít védelmet a kiskorúaknak a szexuális ragadozókkal szemben, akkor miért támadják a Magyar Törvényt, mi azok ennek? Azért, mert a baloldal úgy keretezte át ezt a törvényt, hogy egyfajta homofób törvénynek állítsa be, ami természetesen nem igaz, hiszen ugye 18 éves életkor alatt mindenféle szexuális identitást a gyermekek számára tilos a közbeszédben megelintteni, tehát ugye a szülők joga a gyermeknevelés ezt egyébként az olasz és a magyar alaptörvény is kimondja és biztosítja, tehát, hogy a szülők számára meghagyja a, ez a törvény a gyermeknevelés lehetőségét, ellenben az iskoláktól és a médiától elveszi ezt a szerepet, viszont 18 éves kor fölött mindenki ugyan életmódot választ magának, amiért csak szeretne. Tehát ugye ez a törvény tartalma, viszont ennek ellenére hamisan úgy próbálják keretezni, hogy ez a homoszexuális közösségek ellen irányuló törvény. A kormány mind a nemzeti konzultációban, legutóbbi nemzeti konzultációban, mind pedig a jövő év elejé várható népszavazás kapcsán is kikéri és kikérte az emberek véleményét a gyermekvédelmi törvényel kapcsolatban és az LMBTQ propagandával kapcsolatban. Ha a kormány, mondjuk tegyük fel, az a forgatókönyv érvényesül, hogy kap egy erős megerősítést a saját álláspontja tekintetében. Ez mekkora elismerést, idegen szóval mondva legitimációt jelentett a kormánynak a kritikusokkal szemben, akár nemzetközi szinten, akár hazai szinten. Tehát támadható lesz továbbra is a kormány, vagy ez az egy erős felhatalmazást ad? Amennyiben a népszavazáson jelentős részvétel mellett egy nagyszámú szavazó tömeg áll ki a kormány gyermekeket védő álláspontja mellett, abban az esetben ez egy nagyon világos üzenet lesz Európa többi országába, hogy Magyarországon a kormányzati politika mögött komoly felhatalmazás áll. És egy demokráciában ennél erősebb, ennél fontosabb érv nincsen. Hiszen hogyha a társadalom többsége támogat egy szakpolitikát, vagy akár egy politikai irányvonalat, akkor a világossá válik, hogy az ország vezetőinek ezt Követnie, hiszen különben ugye a demokratikus felhatalmazással mennének szembe. És egyébként nagyon érdekes, hogy Olaszországban nem csak népszavazáson nem kérdezik meg az embereket, de van egy ellentmondás a közbenénykutatások kutatások és a parlament összetétele között is, hiszen a legutóbbi választásokhoz képest jelentősen átalakultak az erőviszonyok Olaszországban, és ma már a magyar gyermekvédelmi törvényt is példaként állító olasz jobb oldal egy tisztán jobb oldali szövetség élén kormányra tudnak erőlni, hogyha választásokat tartanának Olaszország. Van. ezért is van az, hogy a baloldali elit, illetve a kormány mögött álló elitek odázzák a választások kiírását, annak ellenére is, hogy egyre nehezebb koalíciókat összetákolni, ugye már a harmadik kormány van ebben a választási ciklusban Olaszországban, ezt ne felejtsük el. Hát ki tudja az olaszoknak, mikor volt utoljára a kormány, amely kihúzta talán a még, a talán ciklusi. még Berlusconi alatt egyszer. Igen. Tehát, hogy, hogy odázzák az előrózott választások kiírását, annak ellenére, hogy a folyamatos politikai helyzetet meg tudná oldani. És véle Lehetően 2023 tavaszán lesz majd csak választás Olaszországban, akkor viszont ha a mostani tendenciák nem változnak meg, akkor egy tisztán jobb oldali kormány tud majd alakulni, és akkor ott is a gyermekvédelem, vagy akár a migráció terén is nagyobb előrelépések le lehet számítani. Maradt még egy percünk, és említette azt, hogy a ahogy a migráció tekintetében először ugye nagyon támadták a magyar kormányt, aztán most már például Mák Rutte, aki 2017-ben még szégyen teljesnek nevezte a magyar kormány migrációs hozzáállását, most már ugyanazokat a dolgokat mondja Orbán Viktor mint Orbán Viktor, és hát azt mondta, hogy a, akár a gyermekvédelmi törvény kapcsán is el tudja képzelni, hogy néhány év múlva azért közelít a magyarokéhoz a, a többiek álláspontja. Lehetnek Magyarországnak, a magyar kormánynak ebben az ügyben, a gyermekvédelmi ügyben később olyan szövetségesei, akikkel ki tud állni a saját igazáért? Alapvetően úgy gondolom, hogy a közép-európai országok között nagyobb eséllyel tudunk majd ilyen szövetségeseket találni, és azért az látható is, hogy akiket az korábban említett petíciót a magyar gyermekvédelmi törvény aláírták, húzhatnánk egy ilyen képzeletbeli vonalat nyugat és kelet-európa között, illetve közép-európa között. Tehát a közép-európai országok már eddig sem támadták a magyar kormányt pártfüggetlenül, tehát attól függetlenül, hogy a miniszterelnöknek mondjuk milyen a pártszíne, nem támadták a magyar kormányt, a nyugatiak viszont igen, tehát én úgy gondolom, hogy egy ilyen fajta földrajzi alapú elkülönítésben lesz ez a felosztás a következő években. Szikra Levente, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm a szépen a éve. meghívást.